56 ősze, indul a szemeszter. Az ország összes helyéről jöttek fiatalok. Nem lehetett nyíltan beszélni, mert nagyon jól tudtuk, hogy milyen terror van. Elkezdenek motozni, hogy kiné van fegyver vagy valami. Benyújtam a kabátom zsebébe, ott volt 3 géppisztoly lőszer, az véletlenül benne maradt. Ilyenért lőttek? Vannak történetek, tudok mesélni. Szeged, 56 ősze, indul a szemeszter. Számodra ez nem új időszak volt, hiszen már akkor, mert 2-3 éve ott voltál az egyetemen, jogi tanulmányodat folytattad. Itt Rákosi már megbukott. Volt egy rajkújra temetés. Olvasom, hogy egy Szent Johanna darabot mutattak be Szegeden, utána volt egy kis ribillió, egy tüntetés. Igen, hát volt mozgás. Ez a kérdés, hogy izgalom volt a levegőben, de ezek az okokon kívül, amiket elmondtam, mi volt az oka annak, hogy ez a szeptember, október más volt, mint a korábbi fél év? Gondolom én, hogy a szovjet 20. pártkongresszusnak a hírei eljöttek hozzánk is. És nagyon érdekes volt, hogy 56. szeptemberében, mikor kezdődött a tanév, akkor társadalmi munkát szerveztek a Mohácsi árvíz károsultjainak a megsegítésére, építő munkára Homorúdon. És mi jelentkeztük, mit tudom én, 10 Szegedről, többek között én is, az ország összes helyéről jöttek fiatalok. És a legnagyobb meglepetésemre nyíltan elkezdtünk beszélni és politizálni, amit korábban nem csináltunk. Mert én nagyon jól emlékszem, hát úgy utáltam a rendszert az apám miatt, nagyszüleim miatt, az éhhelyzetem miatt, nem sorolom. De hát erről nem lehetett nyíltan beszélni, mert nagyon jól tudtuk, hogy milyen terror van. És ott meg Homorúdon, a sátrak között, meg építkezés közben, megvitattuk a helyzetet, és azt mondtuk, hogy valamit lépni kellene. És hogy jutunk el tulajdonképpen ahhoz, amit MEFESZ-nek hívunk, ez pedig az, hogy a Lejtényi Andris évfolyamtársam és barátom szerzett egy kis röplapot, amin valakik, nincs aláírás a szövegen, azt javasolják, hogy követeljük az orosz nyelv fakultatív oktatását. Azzal a módszerrel, hogy majd október végén vagy november első napjaiban egy adott időpontban ne menjünk be az orosz órákra. És ekkor az a mondat hangzott a számból, te Andris, ennek semmi értelme, legfeljebb kirúgnak, vagy megyünk utóvizsgára, nincs értelme. Ehelyett akkor csináljunk egy diák érdekvédelmi szervezetet, aztán mondjuk meg, hogy mit akarunk. És ezzel az ötlettel, ez így jött ez az ötlet ennek a levélnek, hogy követeljük az orosz nyelv fakultatív oktatását, ilyen sztrájka, mit tudom én, minek nevezzem. És ebből, ezzel az ötlettel mentünk el 2-3 napig a hallgatótársainkhoz a folyosón, a kollégiumokat jártuk, mert egyre többen voltunk, akik jaj, de jó ötlet, jaj, de jó, jaj, ezt meg kell csinálni. És miután ez a hangulat, meg a beszélgetések, a besugó rendszer működött az egyetemen tökéletesen. Besugó rendszer révén az egyetemi disz- és pártbizottság fülébe jutott, és elhatározták, hogy egy ilyen csendes, lebeszélő gyűlést, diákgyűlést hívnak össze október 16-án este 7-re. Ez a disz keretében történt. Ez a disz keretében történt, de az érdekes, az meg tudom mutatni a meghívót, ilyen A4-es papíron, diákgyűlés este 7-kor, de hogy ki szervezi, ki csinálja, nincs rajta. És akkor döntöttünk úgy, hogy mi elmegyünk erre a gyűlésre, mert akkor azért csak többen lesznek egy helyen, és nem nekünk kell mindenkit megkeresni. És miután nem jelentek meg 7 órakor a diszvezetők, a későbbi 57-es vizsgálati jegyzőkönyvekből tudom, hogy azért nem, mert még elmentek a párbizottságra egyeztetni, hogy mit csináljanak az ifjúsággal. Mi meg 3-an kivonultunk a katedrához,
lecsendesítettem a zsibongó tömeget, ott volt 3-400 egyetemi hallgató. És bemutatkoztunk, hogy gyerekek, mi vagyunk azok, akik javasoltuk ezt az érdekvédelmi szervezet megalakítását, mit szóltok hozzá? Páran támogatták, és itt a, na, szavazzátok meg, hogy aki egyet ért, hogy csináljunk egy MEFESZ-t, akkor már volt neve, vagy talán még nem volt teljesen mindegy, egyhangúan megszavazták ezt a határozati javaslatot. Tehát az utóbbi, a későbbi események ismeretében ez egy olyan, és a korábbi események ismeretében, hiszen itt egy kemény diktatúra utáni évről van szó, ugye itt a Rákosi ugyan már megbukott, de volt azért az 50-es évek elején egy kemény időszak, egy Nagy Imre rövid periódus, és utána megint egy Rákosi időszak, és utána volt ez az enyhüléses 56-os szeptember-október, de még ennek függvényében is elképesztő, hogy 20 éves, 22 évesen egy pártól független ifjúsági szervezet megalakítására tettetek kísérletet. Nem volt ott bennetek ennél a hirtelen indulatból elkövetett akcióban egy olyan érzés, hogy ennek nagyon rossz vége lehet? Azért nem volt hirtelen indulat. Az ötlet volt hirtelen, de az indulat nem. Az apám 3,5 évig szovjet hadifogságban volt, és rokkantan jött haza. A két nagyszülőmet kisemmizték, földön futóvá tették, mert mindenüket az egyiktől a földjeit vették el, a másiktól a lakását. Amit akarsz, én mindenképpen már ilyen középiskolás korban azon törtem az agyamat, hogy mit lehetne tenni a rendszer ellen. Ezt most komolyan mondom, ha hiszed, ha nem. És, de hát persze, hogy nem tettem semmit, mert azért beláttam, hogy tudtam, hogy elhurcolják. Csak egy mondat, nem része, ahogy hívják. Az apám megjött 48 nyarán, és 49-ben ott Zalai Fehér Gárda néven egy antibolsevista szervezetet csináltak Veszprém megyébe, Zala megyébe, és így tovább. Az apám is tagja lett, mint utólag kiderült ezt, én gyerekkel nem közöltek ilyeneket. Élete végéig rendőri felügyelet alatt állt. Élete végéig. 56 után is. Mikor 56-ban ennek ellenére belépett, vagy ő volt a Balaton-Ezerici Forradalmi Bizottság titkára. Tehát annak ellenére, hogy refalat volt, hogy tudta, hogy mivel jár, azért elvállalta, mert nyilván szóltak, tanító úr, ha lenne kedves, akkor maga legyen a titkár. Jó, hát akkor én leszek a titkár. Tehát volt töltésem, amit ez az ötlet, aztán kidobott és megerősített. De a kérdésem az arra vonatkozik, a másik része a kérdésemnek, hogy a bátorságon túl, volt-e benne, meg az indítékokon túl, volt-e bennetek olyan, hogy ez egy kicsit azért már a macska bajszát túlhúzza, és itt gyakorlatilag lehet, hogy az egyetemi éveink fognak erre rámenni, volt. A rendőrség fel fog lépni. 17-én reggel a Sós László, szintén évfolyamtársam, félrehívott és közölte, hogy te hagyd azonnal abba ezt a dolgot, mert akkor már elhangzott a szovjet csapatok kivonásának a követelése, amit azért én is fölmértem, hát ismertem a helyzetet, hogy azért ezt nem fogják szó nélkül hagyni. Hagyd azonnal abba, mert kirúgnak az egyetemről. Mire szó szerint azt mondtam neki, nézd, ha elkezdtem, most már befejezem. Bármi történik, én ezt befejezem. Becsületbeli kötelességem, ha már fölelkesítettem több száz embert azzal, hogy most végre kimondjuk a kimondhatatlan, akkor nem mondhatom azt, hogy bocs, nem így gondoltam. És ma is így érzem. Annak ellenére, hogy majd mindjárt szót ejtünk, igen. A sorsod ugye nem úgy alakult, hogy 22 évesen elgondolt, az ember nem akar börtönbe kerülni, nem akar elhúzóval lenni. De megérte nyilvánvalóan, az 56-osak ezt mondják. Tamás, a kérdésem az, hogy azt állított, hogy 16-án már elhangzott az a bűvös követelés, hogy az oroszok menjenek ki az országból. Ez hogy történt? Valaki bekiabálta? Vagy ez úgy történt, hogy akkor, amikor megalakítottnak, nyilvánított, tam, mint levezető elnök, hogy akkor megalakítottuk a MEFESZ-t, majd 4 nap múlva csinálunk egy nagy gyűlést, és elfogadjuk részletesen a szervezeti szabályzatot. Na, akkor miket követeljünk?
És kezdték tanulmányi, szociális, diák jóléti és így tovább kérdésekkel az első felszólalók, majd valaki elkezdte, hogy valamilyen politikai követelést, ami még ez a reformkommunista követelések közül talán a Nagy Imrét, nem tudom pontosan melyiket. És akkor valaki ezt követően szót kért, és azt mondta, hogy gyerekek, a MEFESZ ne politizáljon, és politikai követeléseket ne hozzon be a program közé. Mondtam, hogy jó, akkor szavazzuk meg. Ki az, aki egyetért, hogy politikai követeléseket is meg kell, hogy fogalmazzon a MEFESZ? Körülbelül a 4/5 megszavazta, de volt néhány 10-20 fiatal, aki azt mondta, hogy ő ezt ellenzi, ne legyen. De ennek ellenére a többség döntött, demokráciát akartunk, tehát akkor a többség akarata szent, és ezt tudomásul kell venni. Így jött be, és akkor bent maradt a szovjet csapatok kivonásának a követelése. Ugye ez azért érdekes, mert ugye 22-23-as eseményeket műegyetemi diákgyűlés, és utána a tüntetés sorozat a BEM szobortól indulva, látjuk, hogy ez a követelés, a Ruszkik haza, ugye ez így lett lefordítva az utca nyelvére, ez nagyon erőteljesen ott volt, ez volt gyakorlatilag a szikrája, amit úgy tudunk, hogy a budapesti szikrája a forradalomnak, de van egy szegedi szikra, és az a kérdésem, hogyha ez 16-ban ez a szikra kicsiholódott, akkor a dísz mit csinál 17-én? Rögtön mondom. Vagy a párt, vagy a rendőrség. Mit csináltak? Azt, hogy már 16-án meg 20-án ez téma volt és elfogadtuk, a Marián féle tanúvallomás is bizonyítja, hogy ő is emlékszik rá, hogy már én ott a műegyetemen bedobtam többek között, a pontok között a szovjet csapatok kivonásának követelését. Mert addig, amíg én nem szóltam hozzá, most nem akarok túlozni, de egy békés díszgyűlés volt, ahol a párt és díszvezetők elmondták a magukét, hallgatókat meg nem érdekelte. De már a Szegedről mindenki hallott, láss Szabad Európa és így tovább, és akkor érdekelte az embereket. Hát a műegyetemnek és jött le egy távirata, azt mondja, valahogy így szólt, hogy gratulálunk, támogatunk benneteket, és tájékoztassatok, hogy mi újság van, hát nem, hogy mi újság, tájékoztassatok. Olyannyira egyébként, hogy ezt az egyik 10 évvel ezelőtti műegyetemi gyűlésen megköszöntem, amikor felszólaltam, hogy ti küldtetek egy üdvözlő táviratot, most köszönöm meg, mert akkor nem volt rá mód. Világos. De ez a 16-ai gyűlésnek az utóhatás, és volt a 20-ai gyűlés. Igen. Ahol a nem is tudom hány pont, itt különböző források írnak, 16, 17, 20 pont, 17... Nem összegeztük, mert ott is a választott, mert akkor a 20-ai gyűlésen már voltak választott vezetők karonként. Tehát nem csak ilyen spontán, hogy a Kis Tamás úgy gondolja, én a jogi karon megválasztott MEFESZ vezetője voltam. És ott is a hozzászólásokkal még kiegészítették azt, amit speciál én előterjesztettem, és mindegyiket megszavaztatta a perbíró, hogy elfogadják, nem fogadják, elfogadják, benne van a Perbíró, ugye a jogi egyetemnek a tanára volt. A jogi egyetem dékán helyettese volt, rendkívül szimpatikus, nagyon szerették a fiatalok. Ezért is az én ötletem, vagy a mi ötletünk volt a Letényé, meg az enyém, meg még többeké, hogy miután az első gyűlést én vezettem le, hát azért ne egy diák vezesse le a 20-ai gyűlést, hanem egy tanár. Deputációba elmentünk ketten a perbíróhoz, felkértük, hogy legyen ma a levezető elnök, mint jogász, szakszerűen tudja vezetni, és elvállalta. Nagy dolog. Óriási dolog. De mi lett a folytatása, ez már az interjúhoz azért hozzátartozik. Amikor kitör a forradalom, Szegeden is megvan ugye, hogy forradalmi bizottság, és így tovább, betéved a forradalmi bizottság választást lebonyolító
gyűlésre, és megválasztják Szeged Forradalmi Bizottság elnökének, egy hajszálom múlt, hogy nem kapott ezért kötelet. De a rektor, aki a 20. gyűlésen támogatólag szólt, szó szerint a végén azt mondta, hogy de facto támogatom a MEFESZ-et, de jóre még nem, mert ugye még hát nincs elismerve, az annak ellenére egy éves börtönbüntetést kapott a rektor, hogy a bátyja volt a nagy baróti, a foci drukker, aki elintézte, hogy csak egy évet kapjon a rektor úr. A 20. gyűlés az már nem egy díszkeretében, hanem az... Nem, azt mi szerveztük, ezt mi szerveztük, hangosítottuk, kihangosítottuk az épületet, mert kiderült, hogy tele van a lépcsőház, nem a terem, az zsufolásig megtelt. Van olyan részlet a rádió hangfelvételben, hogy vigyázat, mert leszakad a terem. Tényleg egy gombos lőt nem... voltak 2000 ember? Vagy? Legalább. Hát már legyen csak 1000-1500 ember, biztos volt. Ott volt a Magyar Rádió is, hangfelvételt készített. Lent volt a Magyar Rádió, lent volt a Esti Hírlapnak a újságírója, lent volt még valamelyik vidéki sajtónak a képviselője, ott volt a Dél-Magyar újságírója. Hát másnál, hát ugye akkor még... Óriási publicitást kapott, és ugye csak néhány dolgot idézek a követelésekből, ugye az orosz csapatok távozásán túl, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, ezeket te olvastad fel. Igen. A tájékoztatás szabadságát követeljük, a szabad demokratikus választási rendszert. Ugye itt 3 nappal a forradalom előtt vagyunk, és Szegeden itt egy olyan dolgok hangzanak el, ami később a Műegyetemen, meg az utcán 3 nappal később, hogy miért engedte ezt a rendszer, hogyha már a Magyar Rádió, meg mindenki tudott róla, nyilván a besúgók is ott voltak, miért engedték, hogy egy pártól független ifjúsági szervezet ezt kimondhassa? Azért engedték, mert nem volt itthon Gerő elvtárs. És az Ács elvtárs, aki a megbizottja volt itt a pártvezetésnek, nem mert radikális eszközökhöz nyúlni annak ellenére, hogy Marosán azt javasolta neki, hogy ő lejön Szegedre, de csak tűzparancsal a kezébe. Hát ezt azért nem merték fölvállalni az itthoniak, Gerő elvtársát nem merték zavarni, tehát biztos vagyok benne, hogyha Gerő itthon van, akkor bennünket letartóztatnak 16 és 20-a között, mint ahogy akartak is, de az oktatási miniszter jelenléte ezt úgymond megakadályozta, hogy ne csináljanak botrányt, kerestek bennünket, visszaemlékezések szerint mi meg hát, hogy 16 és 20 között. De a 20. gyűlést a teljes egészében mi szerveztük, technikailag is, gyakorlatilag is. Van még egy szempont, ami nagyon érdekes, mert ez, amit elmondta, hogy 2000 ember lóg a Csilláron, ez nagyon emlékeztet arra, hogy Budapesten a Petőfi kör, gyakorlatilag párhuzamosan a gyakorlatilag ott is voltak ugye októberben, szeptemberben ilyen gyűlések, és ti 20-án este azt olvasom majd visszaemlékezésedbe, hogy éjszaka fölmentetek Pestre, és utána Táncos Gáborral, Petőfi kör menedzserével, vagy üzemeltetővezetőjével személyesen beszéltetek, és azért érdekel, hogy mit mondasz erről a beszélgetésről, mert ti egy kicsit beelőztétek a Petőfi kört. Ugye Nagy Imre szimpatizánsi körét ti ezzel a követelés is, tehát ti megleptétek őket, nagyon előre futottatok. Mit mondott Táncos erre nektek? Kérlek szépen, amikor győzködött, hogy hagyjuk abba, majd a dísz meg a Petőfi kör elintézi ezt a dolgot, a Lejtényivel voltunk ott együtt, mert mi ketten mozogtunk 23-án estig. Közöltük, hogy nem, Gábor, mi járjuk a saját utunkat, gyakorlatilag ugyanazt, hogy ha már elkezdtük, akkor befejezzük, de van egy nagyon lényeges különbség a Petőfi kör és a MEFESZ úgymond céljai között.
ugyanis a Petőfi kör három kérdést soha nem érintett. A szovjet-magyar viszonyt és annak, hogy a szovjeteket vagy az orosz csapatokat vonják ki. Szó se volt a párt, egy pártrendszer megváltoztatásáról és több pártrendszerű szabad demokratikus választási rendszerről nem volt szó a Petőfi körre, és nem volt szó a nemzeti jelképekről például, Kossuth Zimmer himnusz, hadd ne mondjam, ami helyett ugye abban az időben volt a vörös csillag, amit nem véletlenül vertek le, még a legkisebb faluba is. Tehát igaz, hogy meg akarták reformálni, enyhíteni a terrort, de az alapokat nem változtatták meg, mert az orosz függőség fennmaradt volna az ő elképzelésük szerint, a párt irányított volna mindent, és nem demokrácia lett volna, és maradt volna a vörös csillag. Több fizetést kaptak volna az orvosok, meg a pedagógusok, meg lehetett volna politikai vitákat esetleg enyhén, mondjuk, mint most. Hát most is mindenféle vélemény megjelenhet a sajtóban, rádióban, televízióban. Akkor nem jelenhetett meg a Rákosi érába, tehát 56 előtt. Szerintem, és ja, azt azért hadd mondjam hozzá, megjegyeztem a Táncos Gábor búcsúzó szavait, mikor elköszöntünk, hogy ránk nézett, és azt mondta, hogy srácok, lehet, hogy nektek van igazatok. Tehát benne volt az, hogy lélekben egyetért ezzel a fogalmazással, hogy ezeket is bele kellene venni, de nem merik megtenni. Érdekes, és az idő milyen érdekes, hogy mást igazolt, nem a Petőfi kört. Igen. És arra lennék kíváncsi, hogy a műegyet, tehát ez e között a jelenet között és a műegyetemi nagygyűlés, diákgyűlés között van két nap. Egy nap van, mert ez 21-én volt, amikor mi a Táncossal a Pilvaxba találkoztunk, Táncos és néhány Petőfi körös, és ugye 22-én van a műegyetem. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy tehát 20-a és 21-én, tehát abban a két napban, mondjuk akkor a MEFESZ gyűlés és a műegyetem között, én úgy olvasom egy-két visszaemlékezésbe, hogy egyetemenként voltak diákgyűlések még. Hogyne? Tehát ez egy új momentum számomra is, hogy ezek a lángoló követelések, ezek szikraszerűen több egyetemen megjelentek, ott mi történtek? A műegyetemi gyűlésen felkeresett két agráros Gödöllőről, akikkel este 10-kor körülbelül kimentünk Gödöllőre, ahol már tombolt a diákgyűlés, és éljenek a szegediek, felkiáltással fogadtak bennünket, ott egyébként a Lejtényi Andris volt, mondtam, hogy most már te beszéljél, mert így jött ki a lépés. Tudok olyanról, hogy a bölcsészkaron jegyzőkönyve van, hogy valaki mondja, hogy hívtuk a szegedieket, de sajnos nem tudnak eljönni, mert csak ketten vannak, és hát nem győznek minden gyűlésre elmenni. És hogy ez így van, arra jó példa az, hogy még 22-én én leszetelefonáltam Szegedre, érdekes módon, hogy sikerült, nem tudom, és a Tóth Imrét, aki a harmadik társunk volt ott Szegeden az indulásnál, szóltam, hogy gyere föl Pester, mert már nem tudunk minden meghívásnak eleget tenni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a szikra igazából több vidéki városban robbant. Persze, hát és na most tehát följött a Tóth Imre segíteni. Gyakorlatilag a 20-ai nagygyűlés utáni fél órában a rektori hivatalba tele egyetemi hallgatóval elosztottuk, hogy ki megy Pécsre, ki megy Debrecenbe, ki megy Veszprémbe, ki megy Sopronba, mit tudom én még hova. Tehát gyakorlatilag 5 vagy 6 vidéki nagy egyetemi központban 22-én elmentek a küldötteink, és részt vettek a gyűléseken. Ezeknek van valamennyi nyoma, de nem sok,
De mindenütt a vége az lett, amit a műegyetemi határozat is ír. Csatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslatához, megalakítjuk a MEFESZ-t. Aztán nézd, az, hogy egyformák a követelések, az természetes. Hát az országban lévő munkás paraszt értelmiségi gyerekek otthonról hozták azt, hogy mi feszül bennük. Mi feszül bennük? Hát az, hogy itt vannak az orosz csapatok, az, hogy pár diktatúra van, az, hogy nem lehet beszélni, mert akkor elvisz a fekete autó, tele van a börtön politikai foglyokkal, és ráadásul még nem mondom, hogy nyomor, de gazdaságilag is nagyon rossz helyzet van. Munkaverseny, sok munka, szegénység. Egy mellék megjegyzés. 53-ban értem és nem vettek föl, Pestre kerültem a Rákosi Mátyás Vas és Fémművekbe, a kerékpárgyárba dukkózónak. És ott a munkás fiatalokkal megismerkedve, ugye én falun nőttem föl, és Keszthely még nem a munkásváros, elhívtak a lakásaikba barátkozás címén. Hát én magam lepődtem meg azon a nyomoron, ami Csepelen volt, a csepeli munkások, akiknél a hatalom volt elvileg. Ott nyílt ki a szemem, hogy hát jó, én értelmiségi vagyok, elnyomnak, Isten neki fakered. De hát a melós az, akiről azt olvasom, hogy övé a minden hatalom a dolgozó népé. Szembesülés volt. Szembesülés volt. Tehát úgy látszik, hogy nem egyedül gondoltátok, hiszen tömegek lettek 25-ek. És az érdekelne, hogy a műegyetemi gyűlése milyen szereped volt. Tehát ott abban a folyamatban, abban több órás tanácskozáson te mit tettél? Abba az volt a szerepem, hogy a műegyetemi gyűlést az Egyetemi Párt és Díszbizottság hívta össze azzal, hogy lebeszéljék az ifjúságot, hogy elhiggyék azt, hogy követni kell Szegedet, amit hallanak Szegedről. Majd a dísz megoldja, majd a párt megoldja, ez volt a szabványszöveg. És a műegyetemen is néhányan tudták, hogy Pesten járnak a szegedi küldöttek, ők kerestek meg bennünket a végén, és akkor halljuk Szegedet, halljuk Szegedet, látsz Szabad Európa felvétel, hogy két napig azt kürtölte világá, hogy vihar van Szegeden, forradalmat csinálnak a szegedi egyetemi ifjak. És hát én meg már gyakorlott voltam abban, hogy ami a szívemen a számon, én már nyugodtan mondtam, bár nagyon nehezen engedtek föl ezek az egyetemi dísz- és pártvezetők, hogy én szót kapjak, de hát kikövetelte a tömeg. Ennek az lett a vége, hogy ők ott hagyták a gyűlést, sarkon fordultak és ott hagyták a fiatalokat, ők a saját kezükbe vették az irányítást, és attól kezdve éjfél utánig relatívül lelkesen tanácskoztak. És ott megszületett a követelési és lista, megszületett, híres pontok. Ők kinyomtatták, mi nem nyomtattuk ki a követeléseinket, bár a Dél-Magyarban 21 vagy 22-én megjelentek a követelések, de megszűrve, a pártra veszélyes követeléseket az akkori újságíró kihagyta a követelések közül. Úgyhogy tehát azt lépték meg pluszba, hogy egyrészt pontosan megszövegezték, röplapokat csináltak, és ezzel 23-án kimentek a melósok közé. Mert tudom, hogy elmentek Csepelre, meg ide, meg oda, meg amoda, és ráadásul kivonultak az utcára. Teszem hozzá, hogy a 20. gyűlésen mi ki akartunk vonulni a Dóm térre. Benne van a rádió felvételben, hogy most meg akkor egy jót tüntetünk. És a perbíró beszélt róla, hogy gyerekeim, az Isten szerelmére eddig eljutottunk, ne menjetek már ki, mert ebből csak baj, és akkor szétlőnek bennünket. Ez a kérdésem, hogy ez egy egyetemista
a felsőoktatásra vonatkozó főkövetelések voltak, és gondolom a tanárotok is ezt látta, hogy meg kell állni ezen a szinten. 22-én este, amikor ott maradtál Budapesten, gondolom ott aludtál, és igen. 23-án is követed utána az eseményeket, erről mindjárt beszélünk, hogy akkor már éreztette, hogy itt a dolgok egy kicsit már túlfutottak, és itt már lehet, hogy politikai változásba csöppentetek bele egyetemistaként? Akkor egy klasszikust hadd idézek, a Tóth Imrét, a harmadik társunkat, mert hárman erről egy mondat, vagy két mondatot. Tulajdonképpen jó magam a Lejtény és a Tóth Imre voltunk hárman a fő étezgéberek, tehát akik szerveztük. És nagyon jó összeállítás volt, mert az Andris rendkívül lelkes volt, és lobogtatta a zászlót. Én elég racionális és jó szervező, és támogatva, csak hát azért kicsit levéve a hangulatból. A Totya meg az aggódó, aki, jaj, hát ezt ne csináljuk, meg próbáljuk meg úgy, hogy azért szabályos legyen, nehogy baj legyen belőle. És arra vonatkozott, bocsáss meg a kérdésed, elfelejtettem, az hogy... Az volt a kérdés, hogy 22-én éjszaka, ja. Vagy 23-án reggel még a tüntetés, a benszokat. Úgy van, és éreztétek, akkor hogy itt már jóval túlment a felsőoktatás. Ez a Tóth Imre, akit én fölhívok Szegedről, hogy vegyünk részt a további egyetemi szervezésbe, ezzel a Tóth Imrével este körülbelül 6-7 óra körül, jóval a felvonulást követően van találkozóm az egyik diáktársunk lakásán. Elmegyek, és ettől kezdve vele vagyok együtt, mozgok együtt a tömeggel. Elmegyünk a rádióhoz, aztán én az egész éjszakát ott töltöm a Nemzeti Múzeum hátsó kerítésénél hasalva. No, amikor az a látvány fogad bennünket, hogy benne is vagyunk magunk, és akkor mondja a következőt a Tóth Imre, te, itt még egy kisebb fajta Poznan lesz. Szó szerint. Ezt úgy megjegyeztem, mert tényleg, hát, de hát azért azt nézd este, mit tudom én, 8-kor nem lehetett még tudni, hogy ebből mi lesz. Akkor nézzük meg, hogy mikor lehetett tudni. A BEM szobornál lehetett először érezni, már hamarabb? Nézd, nem is annyira a BEM szobornál. Számomra az volt a határkő, amikor a tömeggel együtt vonulok a BEM szobortól a parlament elé, és elmegyünk az AVH székház előtt, illetve alatt, ha úgy tetszik. Ez a Margit híd Pesti hídfőjé, ami most a parlamenti képviselők irodaháza. És a tömeg ordítja, hogy vesszen az ávó, vesszen az ávó, vesszen az ávó. Úristen, mondom, micsoda erő van ebbe a tömegbe. Később, mikor már kormányfőtanácsosként én is jártam abba az épületbe, direkt fölmentem a legfelső emeletre, és kinézem, hogy vajon mit láttak ott az ávósok ebből a tömegből, de milyen érzéssel fogadták azt, hogy ordítja a tömeg, hogy vesszen az ávó. Aztán a parlament. Tehát ott már az volt, hogy zűr van. Aztán a parlament előtt volt az atmoszféra? Parlament előtt ott vagyok, akkor ez a bizonyos Nagy Imre beszéd, ami közismert. Neked az milyen benyomást tett rád ez a beszéd? Nem, hát lelkesek voltunk. Elmegyünk a rádióhoz, eljutottunk egész a kapuig, de aztán visszajöttünk, mert gyerekek itt összenyomnak bennünket, azért a testi épségünkre vigyázunk. Megérkeznek a katonák. Lőszerük nincs, de fegyverük van, de nem csinálnak semmit. De aztán kiderül, megint megy a tömeg, és akkor az Imre, Tóth Imre, mert a Lejtényi akkor már elment valahova, elkavargott, azt, ha jól tudom, a Szvithartjához Pesten valami lakásban. Nem tudtuk, hogy mi történik tulajdonképpen, csak azt láttuk,
hogy a tömeg elszánt, és egyszer csak megszólalnak a fegyverek. Na, akkortól kezdve behúztam én is egy kicsit a nyakamat, ott hasaltam egész éjfélig, majd elmentem a diák kollégiumba, ott az 5. kerületben volt egy kollégium, ott adtak nekünk helyet kettőnknek, hogy valahol lefeküdjünk, és hallottuk a fegyverropogást, de nem tudtuk, hogy ki lő, hova lő, minek lő, és így tovább. Nem tudtam, és akkor a következő élményem az, hogy én 24-én kora reggel kijövök a kollégiumból, a Calvin térre érek ki, és egy kapuhajba szaladok be 3-4 ott járók elővel együtt, mert lánctalpak csörgése jön, és akkor a szovjet harckocsi észreveszi, hogy ott emberek vannak, fordul egyet a tornyával, és a kapuhaj fölé belelő az épületbe. Porzik a kő, de senki nem halt meg, mert nem belelőtt a kapuhajba, csak a felső részét talált el. Hát akkor már rádöbbent az ember, hogy itt valami történik. De muszáj összekötni, mert talán a kérdéseddel összefügg. 24-én, 25-én, még talán 26-án is. Tulajdonképpen se az Imre, se én nem veszünk részt eseményekbe. Mert nem tudjuk, hogy mi van. Hát nincs információ. Rádió össze-vissza beszél, hangzanak el beszédek, szövegek, nyilatkozatok, mit tudom én. Hol itt lőnek, hol ott lőnek, hol géppisztoly, hol ágyú, hol ez, hol az, de ki lő kire? És akkor 28-án jött a hír, hogy a Kopácsi Sándorék egyetemi nemzetőrséget kívánnak csinálni. Elmentünk oda a főkapitányságra, ahol volt, most valami szálló van ott. Kaptunk géppisztolyt, karszalagot, igazolványt, és 3 napig Pesten nemzetőrködtünk közrend, közbiztonság címen, tehát nem az oroszok ellen vezényeltek bennünket, hanem hogy a közrendre vigyázunk, és melyik területeken mozogtatok, ezt lehet tudni? Hogy... Voltunk a 8. kerületben is, tehát tisztáztuk, ez, ha úgy tetszik, ilyen parancsszerűség volt, hogyha felkelőkkel találkozunk, ne kerüljünk se harcba, se ne menjünk oda, mi csak a rendre és a közrendre és a esetleges atrocitások megelőzésére. Járőrszolgálat volt. Tulajdonképpen lelkesen fogadtak bennünket, van egy olyan élményem, hogy este 10 órakor, nem tudom már, egyik kapuajnál álltunk, és jött egy öreg néni, hogy fiaim, nem vagytok éhesek? Hát, lenném, 2-3 voltunk, nem tudom pontosan, mert talán nem is együtt voltunk a Tóth Imrével behozta. És ilyen hosszú befőttes üvegben, cseresznye befőttet, hozott le nekünk, hogy megkínáljon valamivel. Na hát ez például egy élmény, valahol a 8 kerületben, hát én annyira nem voltam ismerős Pesten, jártam Pesten, de hát fogalmam se volt. Az viszont érdekes lehet, hogy abban a 2-3 napban, amit most itt átugrottunk, és ebbe van például a sortűz, a kossuth-téri sortűz. Igen. Nyilván, hogyha nem voltál ott, akkor ezekről muszáj volt azért ezekben a napokban értesülni. Jó, hogy hozod, mert a kossuth-téri sortűz, amikor volt a sortűz, akkor nem voltam ott, de a sortűzet követő körülbelül fél órával elmentem a kossuth-térre, és én már csak azt láttam, ahogy teherautóra dobálják föl a halottakat. Ennek viszont szemtanúja voltam. Tehát a sortűz, lemaradtam róla, hála Isten, hogy nem voltam ott, akkor lehet, hogy most nem beszélgetnénk.
De akkor ez nyilván szemtanúja volt, hogy mi történt ott az utazmányoknak, viszont arról is biztos értesültél, hogy gócpontokba, Korvin közben, Tompa utcába, Tűzoltó utcába, Baross téren, stb. Ilyen véres harcok mennek, és a pesti srácok az utcán harcolnak a szovjetangok. Azt tudtuk, de részleteket nem tudtunk róla. Mert nézd, azért végső soron fegyver nélkül egy fegyveres konfliktusban nem megy be az ember. Messziről figyeli, hallja, a lövéseket hallja. Pontos információink nem voltak a pesti srácok központjairól vagy állásairól. Aztán az utcán már, amikor lehetett sétálni, akkor láttuk persze a kilőtt harckocsit, meg ez. De ma akkor készültünk Szegedre. Valahogy vissza kellene menni, hát azért mi ott olyan lötyögtünk a nagy semmibe, valami kis kaját kaptunk, meg ott megalhattunk, de hát mi nem voltunk. És akkor egy csepelt teherautóval a város szélétől elindultunk Baja felé, már többen álltok a teherautón, és akkor hadd meséljek el egy történetet. A várostól, ez akkor az időben volt, amikor, mint utólag kiderült, az orosz csapatok egy olyan 30 kilométerre a város körül helyezkedtek el. Tehát kivonultak Budapestről az oroszok. Megállítja egy orosz járőr a teherautót, és davaj-davaj lefelé, álljunk sorba, teljes csend, és elkezdenek motozni mindenkit, hogy kiné van fegyver vagy valami. És az oroszok között volt egy magyar katona, egy egyenruhába öltözött, hogy katona volt, ávos volt, nem tudom. És úgy helyezkedtem, hogy ő eléje kerüljek, vagy ő kerüljön elém. Ugyanis, amikor benyúltam a kabátom zsebébe, ott volt 3 géppisztoly lőszer, az véletlenül benne maradt. És ahogy oda került, akkor így nyújtottam a markom, belejtettem őt, adta a kezét a 3 golyót, ő is becsukta a markát, na szálljon föl a teherautóra. Mert ilyenért lőttek. Vannak történetek, tudok mesélni olyan történeteket, hogy egy golyóért vagy meg mit tudom én. Igen. Jó. Ezeknél a témáknál, amikor ezeket átélted, nagyon fontos, hogy jó. Akkor átfutotta a fejed, hogy te jó ég ennek az egész folyamatnak, ami most itt egész országos szinten egy forradalom kitört, egy szabadságharc, ennek a szikrájánál én tevőlegesen ott voltam. Ezt így összeállt így a fejedben? Hogy... Nem értékeltem így. Nem. Tehát én nem helyeztem távolba. Mindennapokkal foglalkoztam. Leértünk Szegedre, az volt az első, hogy összejött egy nagy ülés megint az Aud Maxba, hogy mi van Pesten, meséljetek, mert a vidékiek se tudtak jóformán semmihez hozzájutni, információhoz. Majd ott is megalakult az egyetemi nemzetőrzászlóhely, és akkor szintén géppisztollyal elvonultunk az öthalmi voltávos laktanyába azt őrizni. Tehát hogy mondjam, csak arra koncentráltam, hogy részt vegyek és segítsek, ha kell fegyverrel, nem most harcolni az oroszokkal, mert nem ez volt a feladatom, de értékelni, hogy úristen, én mit indítottam el, azt akkor mértem föl egyébként, amikor aztán hosszas 3-4 hónapos bujkálás után elkaptak az utcán, Szegeden letartóztattak, és akkor naponta végigmentem az eseményeken, és rostáltam, hogy erről beszélek, el fogom mondani, mert úgyis tudják, nagy tömegek előtt történt, nem lehet letagadni. Ezeket pedig, ha lehet, elhallgatom, és nem hallgatok róla. És többek között csak egy mondat, ilyen volt a műegyetemi szereplésem. Mert ott nem tudták, hogy a Kis Tamás, én a szegedi voltam. Hát Szegeden sok
hallgató van, és aztán úgy bizonyosodtam meg érdekes módon, hogy amit el akartam felejteni, azt a végén majdnem elfelejtettem. Hogy a börtönbe kerültünk össze, Hrabowski Lacival, ő műegyetemista volt, és Békés Csabán csinált forradalmat, és akkor a Lacit kérdezte, Laci, én kicsit bizonytalan voltam, tényleg én beszéltem ott a műegyetemen, hát persze, hogy te mondja ő. Tehát két évvel később, vagy másfél évvel később, hát megismerjük egymást, 20 év után nem biztos, hogy megismerjük. Akkor beszéljünk arról, hogy ugye november 4 Budapest, november 5, ha jól tudom, Szeged, amikor igen, katonailag nagyjából eldől sajnos, hogy a szabadságharcnak katonai fölénnyel nincs esélye hadba szállni. Szegeden is gondolom egy-két hét alatt ezek eldőltek november végén, és mondtad, hogy hónapokig bujkáltál. Hogy sikerült 57 elejéig elrejtődni? 5. hajnalban Lazur Barna parancsnokunktól kaptuk azt az utasítást, hogy azonnal vonuljuk be, és tegyük le a fegyvert. Még éjszaka volt ilyen sötét reggeli hajnali 5 óra, mit tudom én, 6 valamennyi. És annyit tudok, hogy ott csörömpöltek, akkor csörömpöltek ott a sugárúton a szovjet harckocsik, és megpróbáltunk egy otthagyott páncéltörő ágyút üzembe helyezni az Imrével, de nem boldogultunk vele, mert bennünket csak géppisztolyra képeztek ki, és nagy dühösen eldobtuk a géppisztolyunkat egy beton csőbe, és elmentünk haza elkeseredve. Ezután tulajdonképpen a november 15-e környékén azért a MEFESZ-t meghagytuk. MEFESZ megalakult, mindenütt van MEFESZ, akkor tartsunk kapcsolatot. Még MEFESZ irodát is kaptunk a Baróthiéktól. Hát ott beszélgettünk, szervezkedtünk, a munkástanáccsal vettük fel a kapcsolatot egyébként Szegeden. És szerepel is a munkástanács ügyben, hogy a MEFESZ is támogatta a szegedi munkástanács ilyen-olyan-amolyan határozatát. De aztán a vége az lett, hogy a Tóth Imre meg az Aszalós Jancsi kitalálta, hogy röplapokat kell csinálni a Kádárék ellen. És akkor ilyen stencilező gépet csinált, barkácsolt az Imre, és november végén, december első két hetében körülbelül egy 8-10 Kádár ellenes röplapot gyártottunk és szórtunk szét, de hát nagy hatását ennek se éreztük. Úgyhogy a vége az lett, hogy december közepén én elmentem vissza a szülőkhöz, Balatonedericsre, ott töltöttem a karácsonyt, majd valahogy értesültem valamiből, hogy január közepén valamikor indul az egyetem, és visszamentem Szegedre. Hát ugye vonattal Pestre, vonattal Szegedre, hajnali órákba érkezem meg, elmegyek a szállásomra, egy öreg néninél laktam, és hallja, hogy nyitom az ajtót, és zörgök, kijön a konyhába, és azt mondja szó szerint, Tamás, az Istenért tűnjön el innen, magát már egy teherautónyi ávós keresi. Hát mondom, akkor baj van. Most mit csináljak? Első gondolatom az volt, hogy hát akkor diszidálok, azért lehetett halani, a lejtényi már régen Amerikában volt. Úgyhogy én is elindultam a határa, egy távoli rokonnál szálltam meg olyan 10 kilométerre a határtól körülbelül, aki mondta, hogy hát elég kockázatos már, mert ez már valahogy február első napjaiban volt. Aztán éjszaka átgondoltam, hogy mi már a hány óra, hát úgy döntöttem, hogy nem megyek. Aztán visszajöttem Balatonedericsre, de a vége az lett, hogy azért nem otthon voltam, hanem elmentem
különböző rokonokhoz, Devecserbe, Nagykanizsára, Marcaliba, ide, meg oda, meg amoda. Tehát tulajdonképpen engem nem találtak meg. Én nem mondom, hogy bujkáltam, mert rokonoknál lehet bujkálni, de nem találtak meg. Hogy történt a letartóztatás? Na, most jön a vége, aztán az lett, hogy az egyetemről kaptam egy hivatalosnak látszó levelet, hogy fegyelmi tárgyalásra jelenjek meg, ekkor és ekkor. Hát mondom, akkor jó van, megúszom egy egyetemi fegyelmivel. Leutaztam Szegedre, reggel 8-kor, 8:30-kor bementem a tanulmányosztályra, jöttem a fegyelmi tárgyalásra. Csodálkozva néztek, hogy semmiféle fegyelmi tárgyalásról nem tudnak. Az egyetem ilyen levelet nem küldött ki. Nem értettem a dolgot, kijöttem a kapun, nem tudom mennyire vagy ismerő Szegeden, ott van egy lovas szobor. És ott a lovas szobor a lófaránál, így mondják Szegeden, sétáltam, amikor mellém lépett két nyomozó, maga a kis Tamás, mondom, én vagyok. Feltűnés nélkül kövessen. Jó, mondom, csak ne bilincseljenek meg itt délelőtt 8:30-kor, és bevittek a volt ávó, akkor már rendőrfőkapitányság épületébe, és hát még egy adalék, hogy amikor bevittek és jelentették a parancsnoknak, hogy előállították a kis Tamást, az akkor egy dolgot kérdezett elsőként, hogy hogy ment el innen Szegedről maga január, mit tudom én, hányadikán. És ártatlan képpel mondtam, hogy repülőgéppel. És valóban. Tudjuk, amikor kiderült, hogy én nekem el kell tűnni Szegedről, rögtön felmértem, én most nem ülhetek ki az állomásra, mert ott engem várnak. Hogy menjek ki? És a Kárász utcán volt a Malévnak az irodája, és ott egy ilyen kinti nagy plakát volt a járdán, hogy aznap indul repülőgép Budapestre ekkor és ekkor. Olcsó volt a repülő, mert megkérdeztem, hogy mennyibe kerül a jegy. Oda jött a busz, és az kivitt a reptérre, azt nem igazoltatták, és én fölrepültem Pestre, ott elmentem az ismerősömhez, és elmentem megint valahova a fenébe. Egy szó, mint száz, már január közepén próbálták összeszedni a mefeszeseket, a Tóth Imrét azt már január közepén letartóztatták. És én nekem azért is volt egyértelmű, hogy nem beszélhetek mellé, hogy én kérem, ott se voltam, én valahol mások voltam. Mert a többieket már mind letartóztatták, mire rám sor került április végén. Amikor a kihallgatások voltak, akkor szembesítettek azzal, hogy mit vallottak rád, vagy milyen, hogy állították össze a dokumentumot, a terhelő adatokat rólad? Voltak ilyen próbálkozások, de tulajdonképpen sok szembesítés nem volt. Egy dolog viszont volt, erről a nyomozati eljárásról annyit kell tudnod, hogy 8 hónapig tartott. 8 hónapig. 3-szor mentünk neki, na kezdjük előről, mikor született, hol született, mikor, hol vagyunk a végén. Próbálták a lukakat, hogy így mondjam, kitömni. De annyiban szerencsém volt, hogy a röplap készítésről nem beszéltem, és azzal megbuktam, hogy így mondjam, mert hát a Tóth Imrevel együtt valahogy nem egyformán beszéltünk, de az összes többi olyan esemény, amit én nagyon súlyosnak éreztem most, mint már jogász is, mert hát azért tudtam, hogy büntetőjog, meg büntetési tétel, és így tovább. Azokat sikerült azért úgy elkennem, és nem foglalkoztak vele. Ez az eljárás egyébként hol volt? Már Budapesten? Nem. Szegeden a rendőrfőkapitányságon voltam 8 hónapig vizsgálati fogságban. 58. februárban volt egy hónapos tárgyalásunk a Kis Tamás és társai Mefeszper. Hozzáteszem, az ország egyetlen olyan
egyetemistákat, csak egyetemistákat tárgyaló pere volt, ahol a MEFESZ ügyben hoztak ítéleteket. Tehát senki mást egyetemistát az országban MEFESZ miatt, hogy nyüzsögtek 22-én, 23-án, nem ítéltek el, csak a forradalomban való részvételért, vagy az utána történő dolgokért. És ez az egy hónapos tárgyalás után nagyon kedvezményesen kaptam 8 évet. Mikor kezdted a börtönbüntetés, és hol? Hát gyakorlatilag áprilisban beszámították a vizsgálati fogságot, és akkor körülbelül egy 3/4 évig a szegedi csillagbörtönbe, majd onnan az összes politikait fölhozták Vácra. És itt nagy szerencsém volt, mert az a 25 fős nagy zárka, ahol én voltam, és egy munkahelyünk volt, mert dolgoztunk, egyetemistákból, tanárokból, értelmiségiekből, és így tovább volt mindenkinek, tehát egy szellemi műhely alakult ki a börtönbe, ahol a néprajzostól a fizikusig, egy egyetemi tanártól az egyetemistáig mindenki volt, és én azt gondolom, bármennyire furcsa, hogy nekünk 22-23 éveseknek a börtön nem volt túl nehéz, de akinek családja volt otthon, gyereke volt otthon, én tudom, hogy mit szenvedtek szerencsétlenek. Mi egy kicsit úgy voltunk, hogy lehúzzuk ezt a 6-8 évet, aztán majd lesz velünk valami. Mettől meddig volt a börtönben végül? 57 áprilisától a 60-as amnestiáig, tehát gyakorlatilag 3 évet ültem le belőle. Amnestiával jöttek. Amnestiával jöttem ki, annál is inkább, és azért ezt még hadd tegyem hozzá, hogy ugye 58-ban volt az első fokú tárgyalásunk, akkor kaptam a 8 évet. Fellebbeztünk természetesen. És a legfelsőbb bíróság csak 59-ben tárgyalta az ügyünket, és addigra már kifújt a gőz, enyhítettek, ennek következtében az én 8 évemet is levették 5 évre, és mindenkinek csökkentették a büntetését. De a legfelsőbb bíróság ítéletének az indokolásából hadd idézzek egy mondatot. A vádlottak által, mármint a Kis Tamás és társai, által elindított mozgalom a proletár diktatúra megdöntéséhez vezethetett volna, amennyiben nem avatkoznak be a szovjet csapatok. Hát amikor erről beszélek itt az elmúlt 30 évben, akkor mondom, hogy na, ekkora dicséretet kevés ember kapott. És valamennyire igaz is egyébként, hogy ez a általatok szikraként elindított nagy országos mozgalom, forradalom, szabadságharc meg is döntötte a diktatúrát, és a szovjet csapatok nélkül nem jönnek, ez így is történt volna. Hát, egyértelmű, hát november 3-án, 4-én már tervezték a több pártrendszert, a választásokat, a szovjet csapatok kivonását, és itt, tehát nemzeti jelképek helyreállítását, tehát mind már nyitott dolog volt, és ebben megegyeztek. Tamás, én még két kérdésem lenne még a végén, hiszen az életed még érdekes a további évtizedekben is, de ennek a beszélgetésnek a témája 56, és csak a szálat elvarva arról néhány mondatot mondjál, hogy mikor kijöttél a börtönből, akkor hány évig, évtizedig tartott, amíg utánad nyúltak, hogy tudtál elhelyezkedni, hogy tudtad az egyetemet befejezni végül? Nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Én először Győrbe, a vagongyárba voltam ilyen karbantartó segédmunkás. Majd följöttem Pestre, mert az 56-osok általában behúzódtak Pestre, ott jobban eltűntek a szemek előtt, tehát nem figyeltek annyira rá.
akkor sikerült a kőbányai szerszámgépgyárba raktári segédmunkásként elhelyezkedni. Akkor ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel, aki itt lakott gyarmaton ebben a lakásban, ahol beszélgetünk, és miután a megismerkedésből házasság, vagy lánykérés lett, vagy asszonykérés lett, december 31-én összeesküdtünk, és január 1-én följöttünk, és ő elintézett itt nekem egy kis üzembe egy ilyen kis adminisztrátori állást. Én lelkesen bementem, első nap bemutatkoztam a kollégáknak, 3-4 kollega volt ott egy irodában, én kaptam egy asztalt és valami számsort, mert időközben, mikor kőbányán segédmunkáskodtam, elvégeztem a közgazdasági technikumnak, tehát levizsgáztam, és ott írtam a számokat, jó, hazajöttem másnap reggel, megyek be, és falfehéren fogadnak, hivat az igazgató. Már tudtam, hogy miről van szó, mert volt gyakorlatunk benne. Az igazgató közölte, hogy hát vagy itt írom alá, vagy fegyelmileg kirúg. Közös megegyezéssel kiléptem. Kiderült, hogy a párbizottság aznap reggel átszólt, hogy mit képzel elvtárs, ellenforradalmárokat alkalmazol gyárába, vagy az üzemében. Valaki Balassa gyarmaton fölismert, hogy én ellenforradalmár vagyok. Nem tudom, ki volt, fogalmam sincs, de ennek utána jártam. Akkor 3 hónapig munkanélküli voltam, sehol nem vettek fel, ugye ez már kisváros. Akkor megint egy ilyen bújtatott létszámmal sikerült elhelyezkedni, tehát egy 2-3 évig szinte csak illegálisan lehetett munkát találni. Azt akkor azért valamikor 62-ben megenyhül, 62-ben, 64-ben megenyhült, és akkor könyvelőnek sikerült egy 20 fős cégnél ledolgoznom az első 10 évet. És utána jött az áttörés, nyilván, hogy puhult a diktatúra nyilván. Hát aztán puhult a diktatúra, annyi, mikor letelt a 10 éves eltiltásom a állampolgári jogoktól, meg tovább tanulás az egyetemekről, országosan egyetemekről kirúgtak. Akkor megírtam egy levelet a pesti eltére, hogy szeretném folytatni, és szerencsém volt, ezt utólag nyomoztuk ki, hogy nem akkori dékán is egy elég vonalas elvtárs volt, de helyettese volt, mert az elvtárs valahol nyaradt. És az megengedte azzal, hogy nem ismeri el az első 2 évemet, hanem kezdem előről levelezőként. És akkor munka mellett, 3 gyerek mellett 5 évig jártam Pesten minden hónapban, és cum laude minősítéssel 75-ben ledoktoráltam. Akkor már TS-be elhelyezkedhettem TS jogásznak, mert azt még megengedték, hogy ott én a közgyűlés, meg a taggyűlés, meg az ilyen képviseletét, ha beperelték a TSZ-t, azt lehessen csinálni. Majd jött 89-90, és jött a ja, akkor a nagy temetésen volt az első alkalom, hogy a Tóth Imrével megbeszéltük, hogy na most már megmutatkozunk, hogy mi vagyunk, és a nagy temetésen a MEFESZ nevében mi is koszorúztunk. Arról a kép, meg egyebek. Majd részt vettem aztán a TIB-nek a munkájába. Egész fontosan, ugye a TIB az egy olyan 40 tagú testület volt, és amikor átalakult, úgy döntöttek, hogy társadalmi szervezetet csinálnak belőle, ami lett belőle, az TIB 56-os tagozata, annak az alakuló ülésén már részt vettem Pesten, ugyanis az én pesti 56-os haverjaim, meg börtöntársaimhoz én följártam, tehát viszonylag jól voltam informálva, és akkor részt vettem először a TIB munkájába, aztán a PAFOSZ munkájába, akkor lettem alpolgármester Balassagyarmaton, mert azt mondták a fiatalok, hogy egy 56-osnak ott a helye, átmondtam, hogy jó legyen,
és amikor letelt a mandátumom, akkor elmehettem éppen szinte napra pontosan 60 évesen nyugdíjba, majd másfél évvel később fölkértek a ilyen tanácsadónak, hogy képviseljem az 56-osokat. Azt csináltam, a Pofosznak lettem a külügyi elnökhelyettese, a TIV-nek a mit tudom én. Aztán meg elkezdtem a MEFESZ dolgait fölkutatni, mert már érdekelt, lementem a Csongrád megyei levéltárba, és egy ilyen kötek papírt átnyálasztam, abból könyvet írtam, csak a tényeket. És ennél hagyj kérdezzek valamit. Igen? És legyen ez a beszélgetés önnek az utolsó nagy kerete, hiszen elindulunk a MEFESZ kezdőpontjáig, és elérkezünk egy olyan nagyon fontos kérdésében, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá, hogy amikor 88-89-ben a Fidesz megjelenését a KISZ mellett láttad, akkor nem volt egy déjà vu érzésed, hogy ez nagyon hasonlít arra, hogy a MEFESZ megjelent a DISZ mellett? Nagyon hasonlít, de az az igazság, hogy már ahhoz öregnek éreztem magamat, hogy én aktívan bekapcsolódjak a politikába. És csak azért már leszámítva az 56-osok képviseletét. Igen, de a te részvédelnél félretéve, azt, amikor meglátod, hogy 88-ban egy ifjúsági szervezet megjelenik alternatívaként, és bátran alternatív megoldás. Akkor én lelkesen lélekben támogattam őket, de én soha nem léptem be. Tehát nem tudtam, nem is, hogy nem léptem be. Nem azonosultam 100%-osan egyik pártnak se a programjában. Nem láttad magatokat benne abban a csapatban, hogy tessék ők most megcsinálják? De láttam magamat, és ezt is vártam tőlük. Az egy más dolog, hogy aztán később mi történt meg, hogy ahogy szépen elmentek itt a bajtársaim az örök vadászmezőkre, hát már lassan nem maradunk, akik emlékezünk arra, hogy mi is történt 60-akárhány évben. Azért vagyunk itt, és köszönöm szépen, hogy leültünk, mert gyakorlatilag ezzel a beszélgetéssel itt pótoltunk talán egy hiányosságot. Tamás, nagyon köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy megkerestetek.